Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Városi Sportcsarnokban, és mögöttünk javában zajlanak az asztali teniszmérkőzések. Csolnai Csabával beszélgetünk, a Szent István kupán megint sokan jöttek el. Ki rendezi ezt a versenyt? A verseny már most 24. alkalommal. Egyrészt a Megyei Asztali Tenisz Szövetség, másrészt pedig a Kovács DSE asztali tenisz szakosztálya. Karcagiak mellett honnan érkeznek most versenyzők, hiszen itt hallottuk az előbb, hogy szólították azt ahhoz őket, hogy határon túlról is vannak versenyzők. Igen, 4 országból neveztek. Románia, Szerbia, Ukrajna, és holnap jön Angliából egy nagyobb küldöttség. Karcagiakról mit kell tudnunk? A karcagiakról azt kell tudni, hogy az utánpótlás korosztályból szerepeltek ma ketten, illetve a Dobrai Pistinék szerepel ma délután. Holnap pedig az NB3-as csapat tagjai vesznek részt a versenyen. És milyen a helyezésük? Tehát a szokásoshoz jobban szerepeltek, vagy magukhoz képest, hogy szerepeltek? Hát ez egy nagyon erős verseny, ezt a jelenlegi színvonal is mutatja, hiszen itt van a román, szerb és a magyar élvonal. Magyarországról például a serdülő válogatott szinte minden tagja szerepel ezen a versenyen. Így aztán mi egy kicsit ehhez kicsik vagyunk, de a lényeg az, hogy szívvel, lélekkel játszottak a fiataljaink. És mi a versenynek a célja, hiszen az utánpótlás nevelés mellett azért ez egy rangos verseny is, de van, aki itt a nézők közül esetleg utána jelentkezik önöknél? Volt már olyan, ezért is szeretjük, ha a televízióban is néha látunk egy kis asztali teniszt, mert az mindig hoz ilyen eredményeket is. Ez a verseny egyébként azért népszerű, és azért jönnek külföldiek is szívesen, mert az őszi szezon kezdet előtt ez az utolsó erőfelmérő, amikor még lehet egy kicsit változtatni a taktikán, a technikán, lehet a csapatösszeállítás, lehet igazolásokat véghez vinni, és ezért szeretik ezt a utolsó felkészülési verseny. Hány korcsoportban versenyeznek? Hát az újonc korúaknál 2 korcsoport van, aztán következnek a serdülők, ifjúsági korúak és a felnőttek. A karcagiak között vannak-e az öregek, hát hiszen ön is a régen, de vannak olyanok, akik felnőttként még azért most itt vannak, versenyeznek? Vannak karcagiak is, így van. Hát az utánpótláson kívül a felnőttek között van néhány régebbi versenyzőnk is, és tulajdonképpen ezen a nagy versenyen náluk is megvan az erőfelmérés. És kik ők? Név szerint a Nagy Norbert és a 2 szolnoki versenyzőnk, akik a karcagi csapatban szerepelnek. Hubert Attila és Imrei Feri. És elégedett az eddig elért eredményekkel? Hiszen mondta, hogy egy nagyon rangos versenyről van szó. Hogyan látja, van jövője Karcagon az asztali tenisznek? Hát az asztali tenisz iránt egyre nagyobb az érdeklődés Karcagon. Jelenleg ott tartunk, hogy 50 fő az, aki tagdíjat fizet, és többé-kevésbé rendszeresen látogatja az edzéseket. Az az eredménye ennek a szervező munkának, hogy ősztől a nemzeti bajnokságon kívül a megyei bajnokságban már 2-2 csapattal indulunk. Tehát gyakorlatilag, aki elér egy bizonyos szintet, ő versenyszerűen játszik. Hát akkor én azt kívánom, legyen eredményes a karcagi csapat most is a Szent István kupán, és akkor a megyei bajnokságon is. Köszönjük szépen, úgy legyen!